Köszöntöm a kedves nézőket! Én Krisztián vagyok, és ebben a videómban jön a Call of Duty Warzone-ból egy videó. A mai nap folyamán jelent meg a Season 4, és egy szóló móddal fogunk játszani. Kíváncsian várom, hogy milyen újításokkal fogok a játékban találkozni. Annyit tudok, hogy egy 50v50-es mód bekerült a játékba, de nem azt próbáljuk ki először. Na hát srácok, nézzük is, hogy hova ugorjunk. Én amondó vagyok, hogy az egyik kedvenc helyemre fogok ugrani. Már ugorhatok is. Húj, te sokan ugrottunk. Jézus Atya Úristen! És már érkezünk is. Nagyon szeretem ezt a helyet, mivel nagyon sok láda található egymás mellett szinte. Már meg is jöttünk. Jajaj. Eddig jók vagyunk. Már itt is az első láda. Meg egy akna. Hát nem a legjobb fegyvert kaptuk, de ezt nagyon hamar korrigálhatjuk, és már le is tudjuk majd nem soká váltani. Amióta a srácok letöltötte a frissítést, hát számomra nem a legtökéletesebben fut a játék, és illetve még olvastam Facebook csoportokban, hogy másoknál is van probléma, hogyha egyáltalán letöltötte a játékot. Nincs mindig toppon, azt kell, hogy mondjam. Viszont eddig nem nagyon találkoztam ilyen hibákkal, mert most álltam rá egy-két héttel ezelőtt a számítógépen kodozni, mert eddig PlayStation-on játszottam vele. Ott nem nagyon találkoztam ilyen bakikkal. Lehet, hogy majd vissza kell állnom, hogyha videót akarok felvenni belőle. Oké. Hát eddig nem hallok senkit. Teljesen nyugodt a környék. Oké, most itt a mellettük lévő épületben nincsen láda. Itt viszont már itt is vannak a következők. Kár, hogy ide most nem rakott egy vásárlópontot, mert eléggé gyakran szokott itt mellettünk lenni. Jézusom, ez micsoda? Shotgun, nem kell, köszönöm. Jó, ezek a fegyverek, amik nálam vannak. És már egy gázmaszkot kaptunk is. Vigyük-e? És akkor jövünk át erre a felére, és ezt a felét fogjuk lelútolni, mert itt is teli van ládákkal. Illetve, ahogy látjátok, pénzzel. Aha. Azt nem viszem, ezt viszont viszem helyette. Nem tűnik rossznak. Sehol senki, gyerekek, sehol senki. Az ég adta egy világon, sehol senki. Itt van egy, jól hallottam. Aha. Itt van. Oké, és már meg is van. Hú! Meredek volt, be kell, hogy valljam őszintén. Ilyet még egyszer nem szabad csinálnom, hogy így elengedem. Azt már vesszük is fel. Á, ez most nem kell. Na, töltsük újra a fegyvereinket. Oppá! Egy MP7. Vagy nem is MP7, most nézem. Á, nem kell. Oké. És akkor most felmegyünk az épületnek a tetejére. Jújjújjújjújjújjújjúj! Aha, vannak fenn, nem túl jó ötlet! Nem túl jó ötlet fölmenni! Nem megyünk fel, semmiképpen sem mehetünk fel, mert valószínűleg rá fognak kempelni a liftre. Viszont egy sniper jó lenne, hogyha esetleg valahonnan szereznénk. Na. Ha van esze, kempeli a liftet. Aha. Jó, maradunk egy picit. Körülnézünk, hogy merre is kéne orientálódnunk. Hát, még a loadout nagyon soká jön. Mintha valami trapot hallottam volna. Szerintem átmegyünk ide, amit bejelöltem a térképen, mivel... Hát... Nem tudom, lehet, hogy a farm felé fog szűkülni.
Itt van alattam, itt van egy alattam. Már meg is van a következő killünk. Ú, Jézus atya, úristen, mennyi szar volt nálad. Ez nagyon jó. Hát a fegyvereket azokat hagy... Hát... Ezt lehet, hogy felveszem, ránézünk a fönti gyerekre. Na, na. Sehol, nem fog kinézni. Mit kaptam? Jön, itt van. Itt van. Gyere csak, gyere fiú, gyere. Itt van fölöttem. Na. Itt van még mindig fenn. Mindjárt jön erre a felére. Na. És megvan a következő killünk. Eddig egész jók vagyunk. Három killnél járunk. Áj, gyorsan, gyorsan, melyik házba volt? Itt valahol? Nem ott. Arra valahol. Itt viszont van egy láda. Ezért bemegyünk hava. Jézusom, micsoda fegyvereket dobál. Ott van fönn egy. Aha, azt most lőtték le, azt most lőtték le! Oda akár talán fel is liftezhetnénk, mert ilyen hamar nem fog szerintem a liftre lemenni. Ott van a... Jó! Aha, most! Gyorsan! Már mehetünk is a liftel, gyerekek! Necces lesz, de talán még nem lesz itt. Töltünk. Na, na. Nem hiszem, hogy mögöttem jön. Itt az ablaknál vigyáznom kell, mert itt a mellettünk lévő háznál rám láthatnak. Aha. Na, nem akartok egymással harcolni? Az ott most mi volt? Egy helikopter? Ja. Na. Na. Elmegyünk a loadoutért. Mindenképpen el kell mennünk a loadoutért. Nem is a fegyverek miatt kell elmennem, hanem a perkek miatt. Oké. Okay. Még első vagyok. Ezt kell. Ezt visszaviszem. Atya úristen. Úristen, de sokan vannak! Enemy UAV overhead. Most bajba vagyok. Pajzs nélkül. Egy pajzsot ráraktam. Ott lesz benn. Ajaj, ajaj. Na. Nincs több pajzsom! Itt van benn. Basszus, jön még egy! A franc szegye meg, hogy nem halt meg! Hát miben nem halt? Hallotta, hogy töltött, elcsesztem.
Közel voltunk, nagyon közel voltunk. Hát remélem nem halok meg ennyire a mérkőzés elején. De, sajnos meghaltam, gyerekek. Próbáljunk meg még egyet. Na és akkor már itt is vagyok a második mérkőzéssel. Bízok benne, hogy ebben a részben egy picivel nagyobb sikerem lesz, és nem fogunk olyan hamar meghalni. Ugyanoda próbálok ugrani, hát ha most beválik. És már ugorhatunk is, és már ugorhatunk is. Oké, eddig nagyon jók vagyunk, mellettünk nincsen senki, egyszer kinyissuk az ejtőernyőt, és már zuhanhatunk is arra. Hú, ekkorát zuhantunk. Semmi gépfegyver, nem baj. Már mehetünk is a következő épületbe. Mögöttünk, körülöttünk senki. Oké. Gázmasz, nagyon jó, nagyon jó. Már a pajzsot tölthetjük is be. Na, hogy milyen fegyvert kaptam? Jézusom. Ilyen fegyverre még nem is találkoztam. Oké, pajzsa, jól állunk. Sniperből szerint kaptunk! Ajjajjajj! Ez egy hajszálomollott, de megvan az első killünk. Erre nem számítottam! Aha. Áh! Ó! Ó! Megvan a második killünk. És ugye még egynek kell lenni valahol mögöttünk, ha ma pajzsot kéne töltenünk. Oké, talán most itt nyugodtság lesz. Elnézést kérek, srácok, hogy a jobb felső sarokba bevillan olykor az RTX, de amikor valakit megölünk, akkor lementi automatikusan. Aha, itt van-e? Itt van-e? Hol? Hol itt? Pedig jelezte a térkép. Na mindegy. Mi van még itt? MP7? Ah, fölveszem MP7-et. Oké. Oké, shoti lőszer. Vajzs, ez nagyon jól jött. A pénz is nagyon jól jön. És már mehetünk is tovább. Mintha nem minden lenne rendben a pingünkkel. Hoppá, ott volt egy emberke. Vajon ő is észrevett minket? Ejj! Talán fölérünk. Igen, föl is értünk. És talán föntről ráláthatnánk. Azt ugye nem én szedtem le. Jézusom, Krisztián. Illetve nem Krisztián, ez a fegyver nem a leg. Még jó, hogy behúztam a nyakamat. Te voltál? Te voltál, igaz? Az micsoda? Mit vettem föl? Jézusom, ilyennel megint nem találkoztam még. Ezt föl akarom venni. Oké. Bazd meg, jön valaki! Hol van? Ezt nem hiszem el! Gyerekek! Ez eddig automata volt ez a fegyver! Ez az M4A1 eddig automata volt! Pötyögtetős lett! Édes Istenem! Amikor nem videózok, sokkal jobban megy a játék, hogy őszinte legyek veletek. Komolyan mondom, hihetetlen. Remélem, még itt a gulágban is meghalok.
Krisztián, tovább kell menned, tovább kell menned. Mi a fegyver? Egy AK-47-es. Kukogat. Jó, kijövünk ide a szélére. Hallod? Az már előre idelőtt! Rohadjak meg, hogy előre idelőtt! Megvan! Megvan! Na mi van? Na mi van? Mit írt ki a játék? Nem figyeltem. Hát lehet, hogy inkább kicsit beljebb kéne mennem. Vagy inkább gyűjtögessünk itt egy picit. Hát inkább gyűjtögetünk itt egy picit. Menjünk biztosra. És hülyeség lejjebb, lenne beljebb ugrani. Láttok valakit? Jó, mert én sem. Oké. Oké, megindulunk. Megnézzük elsőnek ezt a házat. Most egy láda, az már jó is nekem, az már jó is lehet nekem. Oké. Ó, nagyon jó házat választottam. Nem vagyok benne biztos, de mint hogy a trappolás hallottam volna. Ki kell próbálnom ezt az M4A1-et. Mondom. Ez nem automata. Ilyen. Hát ez eddig mindig automata volt. Hát ez csodálatos. Ez csodálatos. Most ez miatt haltam meg. A lehető legjobb házat választottam ki, mivel eddig még itt senki se járt. Mi a másik fegyver? Hát ezt semmiképpen se veszem fel. Ilyet. Azt a mindenit, már több mint 9000-ünk van. Hát akkor csak meg kéne látogatnunk azt a boltot. Ebben a házba se járt még senki. Oké, pajzsa, nagyon jól állunk. M13, hát nem is tudom. Jó, maradunk így, maradunk így. Jó ez az MP7 ide. Oké, ez nagyon kellett. Lehet, hogy őt majd levadásztuk a későbbiek folyamán. Még fölmegyünk a tetőre azért az egy ládáért. Oké, pajzs, 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 nagyon jó. Haj, egy pisztoly! Egy pisztoly! És akkor most megyünk pénzt költeni. Még ezt a ládát felkapjuk hamar. Na, ugyanaz az MP7, egy fokkal se jobb. Hol a vásárlópont? Hol a vásárlópont? Itt van-e? Oké. Áááá, mit kéne vennem? Gázmaszkot! Közben megjött a loadout. Már megyünk is a loadoutért, mert a perkek nagyon kellenek. Főleg a ghost perk. Nagyon jó helyen van, nagyon jó helyen van! Wow! Meglepően kényelmes helyen van a számomra! Oké? Még azt a fegyvert visszaveszem, így már meg is vagyunk! Azt nem kell, olyanom már van. Oké, a pénzt még összegyűjtjük. Még egy láda van fölöttünk, azért hamar felcaplatunk. Ó, teljesen fenn. Hát jó, hát akkor teljesen fenn, most édes mindegy. Azon már nem múlik semmi. Oké. Eddig jó vagyunk. Ha majd körbejárjuk egy picit a placot. Ha még itt van egy láda, oké. Azért lehet, hogy fel fogunk jönni. Szerintem egész jók vagyunk. Na, kapjuk el az emberünket, amondó vagyok. Még lehet, hogy a ládáért felmegyek.
Semmi használható. Kör alapján... Oh, mindenképpen mennem kell a csávó után. Ötödikek vagyunk jelenleg. 4 pillel. Ezek nem kellenek. Aj, lelőtték. Vagy lejárt az idő, most nem is figyeltem. Viszont felveszünk egy újat. Itt is van-e? Már fel is vettük, oké. Okay. Hú, és nagyon közel van, nagyon közel van. Azt hiszem lent van a föld alatt. Ha jól emlékszem, itt le lehet menni a föld alá. Vagy ott van a sátraknál. Aha. Na gyere, gyere. Kettő méterre van itt balra. Na, na. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Itt lesz a sátorban. Több mint valószínű, hogy ebben a sátorban lesz. Vagy mégiscsak igazam lesz, hogy alattam lesz? Milyen is van már? Oké, okay, megvan. Ez szép volt, Krisztiánka. Ez végre szép volt. Oké, okay. És közben vadásznak ránk. Lehet, hogy fölmegyek ide a háztetőre. Hogy picivel lépés előnybe legyek, aki vadászik rám. Azzal szemben. Itt, ha jól emlékszem, bal oldalt fel fogunk tudni menni. Vásárolnom kéne, gyerekek, vásárolnom kéne. Nagyon sok a pénzünk. Kimenjek elsőnek? Vegyek valamit? Mondjuk uavot vehetnék. Veszünk uavot, hogyha odaérünk. Hát, ha túléljük. Be is aktiválom egyből. Sőt, háromszor is. Oké. Meg még veszünk a biztonság kedvéért még egyet. Jó. Na és akkor már láthatjuk is a térképen, hogy ki hol van. Egy lesz itt a háztetőn. Lehet, hogy ő érte felmegyünk. Vagy inkább megfordulunk és megyünk a kör közepe fele. Ne kockáztassunk. Ja, legyen így. Még egy UAV-ot ráveszünk. Oké. Ha már ennyi pénzünk volt, most úgyis mire költsük? Megvan mindenünk. Hát valahol ide kéne orientálódnunk. Eddig egész jók vagyunk. Nem merek fölmenni a tetőre. Mondjuk onnan meg úgy süt a nap, hogy nem is látok semmit. Ajaj, ajaj. Menjünk. Úgyis összejön még annyi pénz, hogyha valakit megölünk. Oké. Okay. Itt hamar átfutunk. Valahova itt be kéne menni. A leghülyébb helyre jöttem be, a leges leghülyébb helyre jöttem be, amit kiválaszthattam volna. Hogy állunk? Egész jól állunk. Lehet, hogy itt fogunk egy picit várakozni, vagy mondjuk úgy, hogy kempelni. Oké, okay, ez is megvan.
Mondom én, már meg is van a következő UAV-re a pénz. Enemy UAV overhead. Egy snipernek mondjuk örülnék. Nem bánnám, hogyha valaki lenne fönn a háztetőn, akit le is tudok lőni esetleg. 30-an vagyunk. Ujj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 
gyorsan, gyorsan, gyorsan! Nem lesz meg, nem lesz meg, rám fog futni, rám fog futni, rám fog futni! És már itt is van! Azt a franc tegye meg, egy másodpercen múlott! Hát gyerekek, megint kudarcot vallottunk. Mindegy, 29. hely. Ha szeretnétek még a Warzone-ból videót, írjátok meg hozzászólásba, lájkoljátok a videót, és nyomjátok meg a csengőt. Srácok, köszönöm a figyelmet, én Krisztián voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!